15 közterület felújítására nyílik lehetősége Berettyóújfalu önkormányzatának a TOP Plusz élhető települések pályázati forrás keretein belül 550 millió forint értékben. A kertvárosi zöld infrastruktúra fejlesztése Berettyóújfaluban megnevezésű projekt részletes bemutatására szeptember 18-án a helyi polgármesteri hivatalban egy sajtótájékoztatón került sor. Az úgynevezett élhető települések program tekintetében Hajdúbjár vármegye több mint 19 milliárd forintot pályáztatott meg, közel 900 millió forintot fordít egyébként Berettyóújfalu erre az úgynevezett élhető települések projektre, hiszen van egy másik közel 350 millió forintos csapadékvíz elvezetői projekt, tehát a 19 milliárdból 900 millió forintot Újfalu használ föl, és ha megnézzük, hogy két olyan útépítési projekt is az úgynevezett belterületi utak fejlesztésével összesen 760 millió forintot nyert a város, tehát 1,6 milliárd forintot fog a város valóban arra költeni, ahogy képviselő úr fogalmazott, hogy élhetőbb legyen. A TOP Pluszos pályázatok. Nagyon sokat készültünk elő, és nyugodtan mondhatjuk, hogy jelentős fejlesztési forrásokat tudtunk Berettyóújfalu fejlesztése érdekében a városba hozni. Több mint 3 milliárd forintnyi fejlesztési forrás. Ennek az első fecskéje az Élhető Város projekt, amelynek a keretén belül 550 millió forintot tudunk fordítani parkolók, illetve parkok kialakítására. Itt az elsőleges célunk az az volt, hogy egy olyan városi környezetet teremtsünk, hogy a jelenlegi meglevő, hát sajnos kevés számú parkoló helynek minél nagyobb számú bővítésével, illetve a város központi részeinek, gondolok itt a Dózsa-György úti térrendezésre, hogy annak oldani a jelenlegi túlságosan betonos hatását zöld felületek pótlásával, növényekkel. Ahol most vagyunk, ugye ez a polgármesteri hatal mögötti parkolónak a bővítése, egy 12 új parkolóhelyet tudtunk kialakítani, ehhez még fog csatlakozni kerékpár, illetve motortároló. Ezzel azt gondoljuk, hogy a jelenlegi állandó kaotikus állapotot egy picit tudjuk oldani. Feltétlenül fontos volt számunkra, hogy ne csak a parkolókat alakítsuk ki, hanem azok mellett ugye a megfelelő mennyiségű zöld felületnek a pótlása, illetve új zöld felületeknek a kiültetése is történjen meg, árnyat adó fák, illetve talajtakaró növényekkel. Innen fogunk átmenni a következő projektelemnél a Nadány Zoltán művelődési ház melletti parkolónak a kialakítására, ahol ott 44 új parkolóhelyet tudunk kialakítani, burkolt felülettel, térvilágítással, illetve ott is növények telepítésével. És az egyik talán a legfontosabb optikailag mindenképpen beruházás ennek része, hogy a Dózsa-György úti, ugye a Szerelempark és az Ilona Áruház közötti területnek a térkövezése, burkolata, utcabútorok kihelyezése, és nagyon fontos, hogy nagyon komoly zöld felületi fejlesztések valósuljanak meg. A projekt megvalósítása során Berettyóújfalu központi területeinek fejlesztésén és bővítésén felül a település külvárosi részein élők is élvezhetik a felújított közterületeket, hiszen a projekt részét képezi a Bátori utcai sportpálya, a Táncsics téri fitnesspark, a Herpály lakótelep, valamint a Szent Mártoni posta épület zöld területe mellett a Péterszegi lakóterep zöld területének rendezése is. De a Csillag utcai, Nyárfa utcai, Bemtéri, illetve a Budai Nagyantal utcai játszóterek, a Bocskai utcai kutyafuttató, a Szent Mártoni városrész fitnessparkja és játszótere, és a Nadányi utcai zöld felület és játszótér bővítése is azt a célt szolgálja majd, hogy még komfortosabbá, élhetőbbé váljon majd a város. Mi korábban városközpont rehabilitációnak hívták azokat a pályázatokat, ahol a város zöld parkjainak a fejlesztése valósulhatott meg. Most ez a pályázat lehetőséget biztosított arra, hogy ne csak a város központban, hanem a kertvárosban élők, a peremkerületen élőkhöz is el tudjuk vinni azokat a fejlesztéseket, amely az ott élésnek a jobb átételét tudja biztosítani.
évek hosszú sorra tudtuk kialakítani ennek a pályázatnak a tartalmi részét, és itt több körben, több alkalommal a helyi lakossággal tudtuk átbeszélni, hogy mi az igény, mit szeretnének ott megvalósítani, hogy figyelembe tudjuk venni a lakosság összetételét, kor összetételét, hogy milyen típusú fejlesztésekre van szükség. Képviselőket is bevontuk ebbe a munkába, és így alakult ki, hogy 12 olyan területet tudunk fejleszteni, megújítani, amely valóban a városnak a perem kerületén van, és ezen belül aztán a klasszikus gyermeki játszótértől a szabadtéri kondi parkig minden korosztályra gondoltunk, és vélhetőleg ezzel azok a lakókörnyezetek is felértékelődnek, ahol ezek megvalósulnak, és jobb érzéssel fognak hazamenni az emberek. Mikor a várható ennek a fejlesztésnek, beruházásnak a befejezése? A kivitelezői szerződések 14 hónapos határidőt szabtak a kivitelezőnek. Ahogy látjuk, ez már elkészült, de úgy látjuk, hogy az elkövetkezendő, következő ennek az évnek a vége és a következő évnek a végére tulajdonképpen kész lesznek ezek a beruházások. Természetesen itt is elmondjuk, hogy ez nem egyik napra a másikra valósul meg. Kérjük a lakosság türelmét a kivitelezés idejére, mert annak idején, amikor elkészül, valószínűleg nagyon sok örömet és boldogságot fog okozni nekik, illetve gyermekeiknek, az azt használóknak, de kérjük a türelmüket, hogy a kivitelezés során addig azt a felfordulást fogadják el, és legyenek türelmesek. Én azt gondolom, hogy minden olyan településnek és a polgármesternek, a képviselőtestületnek az igényei szerint lettek ezek a pályázatok összeállítva. Minden olyan projekt az valóban azt mutatja, hogy azok a helyi közösségek tekintetében kinyílik a tér. Kulturális, szórakoztató, szabadidős programok, sportprogramok valósíthatók meg, tehát egy nagyon jó lehetőség fog arra nyílni, hogy azok a civil közösségek, akik ott vannak, vagy ott fognak esetleg alakulni, azok találják meg ezeknek a tereknek a megfelelő hasznosítását. Zárójelben jegyzem meg, hogy nyilván egyébként ezek a helyi ingatlanárakra is egyébként jelentős hatást fognak gyakorolni. Pajna Zoltán nem csak a helyi civil szervezetek figyelmét hívta fel a projekt befejezése után nyíló lehetőségekre, hanem a fejlesztett területek környékén élőket is arra buzdította, ezek megóvására törekedjenek. Azt gondolom, hogy lehet egy kis társadalmi aktivitást ebbe a kérdésbe bevinni, hiszen ez azoknak a környezet, akik ott laknak, nem mindegy, hogy ha egyszer valamit rendbe hozunk, akkor az úgy is marad. Azt gondolom, hogy gazdájának kell lenni. Egy önkormányzat nyilván tudja az üzemeltetést biztosítani, akár szerződéssel, vagy bármilyen megbízással, de a legfontosabb az, hogy az ott lévő közösség hogyan fogadja. Miután a kialakításnál elmondták a véleményeket, és az én információm szerint az lett, amit ők akarnak, akkor itt a lehetőség, hogy akkor ne hagyjuk ezt a veszni, vagy ne hagyjuk annak a lehetőségét annak, hogy ez esetleg majd lepusztuljon, ne legyen olyan minőségű. Tehát én azt gondolom, hogy mint hogy a saját portáját az emberek nagyon nagy gondossággal tudják kezelni, legyen a közterület is ilyen rendezett. De úgy gondolom, hogy most eljutottunk már arra a pontra, hogy úgynevezett szépítészeti beavatkozásokat végezünk a városba. Ez a mostani projekt, erről szól ez az 550 millió forint, hogy még élhetőbbé tegyük, mert én úgy gondolom, hogy Beletyőváros egy élhető város. A két járt az mind megtapasztalta. Én büszke vagyok arra, hogy itt élek Beletyőfaluban, a szüleim, nagyszüleim is innen, tehát tőzsökeres beletyőfalui vagyok, és remélem, hogy az itteni lakosság is érzi azt, hogy egy szolgáltató önkormányzatban, aki az érdekeit szolgálja, hiszen a polgármester úr mondta nekem, hogy mielőtt ez a projekt elindult volna, minden körzetet végig szondáztak, hogy mit szeretnének, mi valósuljon ott meg. Tulajdonképpen itt nem a fejük felett döntöttek, hanem a lakosság bevonásával. Én ezt helyesnek tartom. Muraközi István polgármester mellett dr. Vitányi István országgyűlési képviselő is kitért arra, jó dolognak tartja, hogy a városunkban működő vállalkozások megerősödtek olyannyira, hogy a parkolók kivitelezését teljes mértékben helyi,
míg a parkok két egyben egy újfalui és két nyíregyházi kivitelező valósítja majd meg. Elárulta, városunk jövőjét a turizmus fellendítésében látja, és reményei szerint a jelen projektben megvalósuló közterületeink felújítása ezt a célt is előre mozdítja majd. Mind a mellett, hogy kifejtette, más hasonló célú projektek megvalósításán is dolgozik. Hát jelen pillanatban ugye egy 3,5 milliárd forintos beruházás volt a fürdőfejlesztésnél, és egy gyógy fürdőre vett nyilvánítva a fürdő, és tulajdonképpen a forgalom növekedésének egyik akadálya az, hogy nincs szálloda. Úgyhogy az elkövetkezendő időszakban gőzerővel a szállodafejlesztés felé fordulnánk, és úgy terveznénk egy 56-57 szobás szállodát szeretnénk építeni, aminek a látványterme is már el van készítésre került. Már megtettük az első lépéseket ahhoz, hogy ez a szállodai projekt megvalósuljon, mert én úgy gondolom, hogy az mindenkinek jó lenne, hiszen a szálló vendég egyrészt jó néhány napot eltöltene, itt költene, vinné a jó hírünket, és újabb vendégeket csalogatna ide, ha és amennyiben megfelelő mértékű kiszolgálatban részesülne. Úgyhogy ez a következő projekt lenne az, ami még nagyon a szívügyem, hiszen ez nem kevés pénzről lenne szó, körülbelül 7 milliárd forint, ahogy a szakemberek mondják ennek a szállodának felépítése. A kertvárosi zöld infrastruktúra fejlesztése Berettyóújfaluban elnevezésű projekt műszaki terveit, részleteit Demény Zsolt, Berettyóújfalu városfejlesztési irodájának műszaki referense mutatta be a résztvevőknek. Elmondta, a parkolók munkálatai megkezdődtek, és várhatóan 8 hónap múlva, jövő tavasszal vehetik majd használatba a település lakói, míg a parkok munkaterületeit a napokban vehetik át a vállalkozók, akiknek 14 hónapjuk lesz a projekt megvalósítására.